Ez a Híradó, köszöntöm Önöket! A gazdaságfejlesztési stratégiában feltüntetett 2013-as iparűzési adó mértékébe beleszámították a pápai hús 1913 Kft. Által 2014-ben befizetett, de 2013-ra vonatkozó összeget, tájékoztatott ma Unger Tamás. Ennek kapcsán a Fidesz helyi alelnöke rámutatott arra, ebből adódnak a különbségek, melyek a héten Gröber Attila baloldali polgármester jelölt által mondott és a gazdaságfejlesztési stratégiában feltüntetett az iparűzési adó és a gazdasági növekedés mértéke közt jelentkeznek. Unger Tamás visszautasította azt a feltételezést, miszerint pontatlanul használnák a számokat, és azt javasolta, ha az értelmezésben ilyen eltérések adódnak, az új képviselőtestület tűzze napirendre a stratégia újratárgyalását. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia előkészítő munkái során ez év első felében már ismert volt, hogy a pápai hús 1913 Kft. A csődeljárás megszűnését követően a 2013-ra vonatkozó adókötelezettségeit a pápai önkormányzat felé teljesíteni tudja. Ezért számoltak az iparűzési adó összegével a stratégiában feltüntetett adatok közt. Tájékoztatott Unger Tamás. A stratégia szempontjából mi elsősorban reálgazdasági adatok miatt tüntettük fel ezt a számot. Ennélkül a szám nélkül valóban egy meglehetősen torz képet kapunk a 2010 és 2013 közötti gazdasági helyzetről, és valóban olyan szintű számok jönnek ki, amelyek elsőre talán nem mondhatjuk, hogy még ijesztőek is, de ezzel együtt nyilván más a helyzet. Tehát mi szerettünk volna egy olyan képet adni ezzel a számmal, ami tartalmazza a pápai húsnak a teljesítményét, mert ha ezt a számot kivesszük az iparűzési adó mértékéből, bevételek közül, ez olyan, mintha a pápai húst kivettük volna egy évre a helyi gazdaságból. A Fidesz helyi alelnöke úgy fogalmazott, egyetért Gröber Attilával abban, hogy kizárólag az iparűzési adó alapján a gazdasági növekedésre nehéz következtetni. Az iparűzési adó gazdasági növekedésben játszott szerepének megítélésében viszont más állásponton van Unger Tamás. Mint mondta, az önkormányzat számára ez fontos szám, amely alapján képet kaphatnak a helyi gazdaság fejlődéséről. Ez egy alsó értéke annak, miként növekedik a nettó árbevétel. Ezzel a kiegészített információval a 2010 és 2013 közötti iparűzési adó növekedés az közel 20%-os. Hogyha évekre visszabontjuk, akkor ugye egy átlagot kapunk az iparűzési adó növekedéséből, ugye ez kb. 7% körüli mérték, de ez nem egyenlő a gazdasági növekedéssel. Egy 7% mértékű iparűzési adó növekedés az hozzávetőlegesen 10% körüli gazdasági növekedést feltételezhet. Ebben természetesen a szakirodalom nagyon sok és a közgazdászok véleménye is megoszlik. A gazdasági stratégiában ezért terveztünk mi, ezért mondtuk ki a 10% környéki gazdasági növekedést, ami egyébként Veszprém megyére ugyanúgy jellemző. Unger Tamás hozzátette, visszautasítja a feltételezést, miszerint pontatlanul használnák a számokat. Minden egyes stratégia, minden egyes dokumentum döntés előkészítése komoly munkát jelent az önkormányzatnál, stratégia előkészítésében is ilyen munka zajlott, amelyben egyébként Gröber Attila részt vett. Én azt gondolom, hogy amit ott leírtunk, azt tudjuk vállalni, és visszatérnék a bevezetőhöz, hogy amennyiben ez nem így van, és másképpen látjuk, akkor valóban fogjuk magunkat, tűzzük napirendre, és beszéljük meg újra. Tehát erre mi nyitottak vagyunk, viszont azt kérjük, hogy más se használjon pontatlan számokat, mert látszik, hogy milyen torzulásokhoz vezethet. A Fidesz helyi alelnöke kampányidőszakra időzítettnek nevezte azokat a kijelentéseket, amelyeket a héten Gröber Attila a gazdaságfejlesztési stratégiában feltüntetektől eltérően tett. 1984-ben több évtizedes szünet után újraindult a Jókai Kör. A város egyik emblematikus civil közössége a 30 éves jubileum kapcsán ünnepséget szervezett, melyen felidézték az eltelt időszak legemlékezetesebb eseményeit, valamint fellépett a Jókai Kör önképzőköre és az Erkel kórus is.
A Jókai kör a 20. század első felében a város szellemi, kulturális életének egyik központi szervezete volt. A II. Világháború után aztán már nem működött, nem működhetett tovább. Huszár János az, akinek köszönhető, hogy újraindult a kör. Egy óriási országos tévévetélkedő indult 30 évvel ezelőtt, amelyikben a pápaiaknak is részt kellett venni, hiszen pápa igazi jókai emlékhely. És ekkor volt egy nagy vetélkedő, amelyen nagyon jól szerepelt a pápai csapat. De az előkészületek során annyira elvarázsolt bennünket jókai világa, hogy elhatároztuk, hogy feltámasztjuk azt a jókai kört, amely ekkor már 40 éve Csipke Rózsika álmát aludta. Huszár János 2 évtizeden át volt a Jókai kör főtitkára, így a jubileumi ünnepségen ő volt az, aki elsőként felidézte a fontos eseményeket, kirándulásokat, író-olvasó találkozókat, emléktábla avatásokat, kulturális programokat. A sort Nagyváradi József és Válint Magdolna folytatta, majd veszprémi Néthúrcsányi Valéria, a kör jelenlegi elnöke beszélt az eltelt évekről és a jövőbeni tervekről. Ebben a közösségben nem a fejtől függnek az események, sokkal inkább attól az alkotó munkától, amelyet a közösség tagjai fejtenek ki. Ötleteikkel, szervező munkával támogatják a kör mindennapi életét, különösen pedig a jeles eseményeket. Veszprémi Néthúrcsányi Valéria hozzátette, hogy a Jókai kör civil szervezetként alkalmat ad arra is, hogy a közösségi szolgálatot végző fiatalok náluk tevékenykedhessenek. Így talán a Jókai kör egyik fontos célkitűzése, a fiatalok megszólítása is eredményes lehet. A 30 éves jubileumi alkalmat kiállítás is színesítette. A kölcsönző rész folyosóján a tárlókban kapott helyet az elmúlt évtizedek fontos jókai körös eseményeiből készült összeállítás. Pápaváros önkormányzata a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központtal együttműködve 2 napon át immár 4. alkalommal rendezi meg a pápai nagy sportág választót, valamint ennek mintájára hagyományteremtő szándékkal a nagy hangszer választót. A rendezvény első napján elsősorban az oktatási intézmények tanulóit várták a szervezők, akiket 30-nál is több egyesület mozgással foglalkozó közösség várt. A sportág választót immár 4. éve rendezi meg az önkormányzat azzal a céllal, hogy minden korosztály bepillantást nyerhessen a sportegyesületek életébe. Azért is hasznos ez a rendezvény, mivel rengeteg sportágat lehet egy helyen kipróbálni. A Tarci Lajos Általános Iskola 6. C-osztályos tanulóinak műsorában indult az idei program, majd dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki kiemelte, a város sportéletének mérföldköve volt a 15 éve elkészült városi sportcsarnok. De lett egy olyan nagy tér, ahol nagyon sok sportág megtalálta a helyét. Többek között megtalálja ez a rendezvény is a helyét, hiszen az időjárás az most éppen nincs velünk, és ha nem lenne ez a csarnok, akkor kint az esőbe kellene a sportegyesületeknek megmutatni a tudásukat. A polgármester szerint idén is remek lehetőséget kínál ez a rendezvény arra, hogy akár sportágakkal, akár hangszerekkel, esetleg mindkettővel közelebbről is meg lehessen ismerkedni. Akár hangszert választatok, akár sportágat választatok, azt tudni kell, hogy mind a kettőnek a művelése, a tanulása, az alázatot, szorgalmat, kitartást kell, hogy jelentsen, és nagyon fontos, hogyha megvan a kitartás, a szorgalom és az elkötelezettség, akkor akár sportágot, akár hangszert választottatok, az nektek biztos, hogy örömet fog okozni. És hogyha nagyobb tehetséggel művelitek ezt az átlagnál, akkor nem csak nektek fog örömet okozni, hanem sok mindenki másnak, aki figyelemmel kíséri azt, amit ti csinálni fogtok. Szabadkai Verita, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont sportszervezője elégedetten foglalt össze az idei rendezvény délelőttjét. Több száz érdeklődőnk van, nagyon népszerűek a népi játékok, népszerű a trambulin, nagyon sokan kipróbálták a legkülönbözőbb sportágakat. Igen nagy érdeklődésre tartott számot a Zsolt Dens Sportegyesület nyílt aerobikórája. Nagyon jó volt látni, hogy az egyesületek tagjai, a sportoló fiatalok azok mennyire nyitottak más sportágak kipróbálására is. A délután folyamán 2 kiállítás nyílt. Az egyik az idén 25 éves bakancsos természetjárókör mindennapjaiba enged be pillantást. A másik pedig a sportcsarnok eddigi 15 évét mutatja be képekben. A szombati nap is eseménydúsnak ígérkezik.
Reggel 9-kor a város főterén egy reggeli tornára invitáljuk a lakosságot. Nagyon sok egyesület jelezte ide a részvételi szándékát, úgyhogy én továbbra is azt mondom, hogy hívunk és szeretettel várunk mindenkit, hiszen a főtér elég nagy, és azt gondolom, hogy ott sokan elférünk, sokan tudunk majd együtt mozogni. A rendezvény szombaton is díjmentesen látogatható. A lezáruló önkormányzati ciklusban utolsó ülését tartotta a Pápa környéki önkormányzatok feladat ellátó társulása. A napi rendi pontok között a települések képviselői tárgyaltak a társulás idei első féléves gazdálkodásáról. Hat napi rendi pontot tárgyalt a Pápa környéki önkormányzatok feladat ellátó társulása. Jogszabályi előírás alapján az első féléves gazdálkodásról szóló beszámolót szeptember 30-áig kell elfogadni. Kiegyenlítetlen számláik nincsenek, mondta a napirendi ponthoz kapcsolódóan a társulás elnöke. A társulás és az intézménye jól gazdálkodott, időarányos teljesítés mutat mind a kiadási, mind a bevételi oldal. Ebben az önkormányzati ciklusban a társulás utolsó ülése volt a tegnapi. Az október 12-i helyhatósági választást követően a társuláshoz tartozó Pápa környéki települések megválasztott polgármestereinek részvételével a társulási tanács újra alakul. A működést azt a feladatok indokolják, tehát attól még, hogy polgármester választás van az orvosügyeletnek, a családsegítésnek, gyerekjólétnek, házi segítségnyújtásnak, ezeknek mind működnie kell. Az ülésen módosították az intézményi alapító okiratot, és döntöttek térítési díjakról is. A tervszervek együttműködésével tartott összehangolt ellenőrzést a pápai rendőrkapitánysága a Teveli úti használcikk piacon szerdán. Az akció annak a megyei ellenőrzés sorozatnak a része volt, melyet a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság rendelt el három településen. Csavarkulcskészletek, órák, mezőgazdasági eszközök, ezeket is ellenőrizték a lengyel piacon tartott razzián. Az ellenőrzést úgy szerveztük meg, hogy abba bevontuk a társszerveket is, tehát az ellenőrzésben részt vett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, illetőleg a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatal is. Gyakorlatilag a piacot egy kis időre lezártuk, és az ott árusító, illetőleg vásárló személyeknek az ellenőrzése történt meg. Az akcióban több szabálytalanságot is feltártak a szakemberek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai polgári ruhás rendőri biztosítás mellett gyakorlatilag próbavásárlásokat hajtottak végre, melynek során három személyt mulasztási bírsággal szankcionáltak. Nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, illetőleg ezek a személyek nem rendelkeztek adószámmal sem. Az ellenőrzés során a rendőrség is találkozott szabálysértőkkel. Az ellenőrzés során 66 főt igazoltattak a kollégáim, őket minden esetben ellenőrizték a körözési rendszerben, és egy fő akadt fenn, akinél a rendszer SIS találatot jelzett, tehát gyakorlatilag ő ellene külföldi állam adott ki körözést, tartózkodási hely megállapítása céljából. Idegenrendészetileg is ellenőriztük a piacon árusító személyeket, és gyakorlatilag a két esetben szabtunk ki idegenrendészeti szabálysértés miatt 50-50 ezer forintos pénzbírságot. A használcikk piacokra kiterjedő ellenőrzést a rendőrség a társszervek bevonásával Veszprémben és Devecserben is megtartotta. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei, a folytatásban pedig a hétvége időjárásáról hallhatnak. A hétvégétől beköszönt a vénasszonyok nyara. Szombaton nyugaton még több lesz a felhő, főként reggel és délelőtt kisebb eső is kialakulhat. Északon, északkeleten pedig hajnalban makacsabb kötfoltok képződhetnek. 17 és 21 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a reggeli köt feloszlása után már sok napsütés, száraz idő várható, a csúcshőmérséklet pedig egyre több helyen meghaladja majd a 20 fokot. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója szerdán. Ne feledjék, műsorunkat egy óra múlva megismételjük, és megtekinthetik a Pápavárosi Televízió honlapján is. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!